Most a középiskola második osztályába járnak a diákok, akik először mehetnek ki a közös érettségire, és nem kell még egy külön felvételi vizsgát tenniük. Az összes negyedikes érettségiző középiskolásra és gimnazistára vonatkozik majd az új rendszer. Három részből áll majd az érettségi. Test iz srpskog jezika i književnosti, odnosno maternjeg jezika, ukoliko učenik završio srednje obrazovanje na jeziku nacionalne manjine. To je test iz matematike i treći ispit koji gimnazijalci biraju na listi od šest nastavnih predmeta, a učenici srednjih stručnih škola i umetničkih škola na listi kojom se proverava u stvari standard kvalifikacija. To je, da kažem, ispit struke. Tehát az anyanyelvi és matematika vizsga mindenki számára egyforma. A harmadik alkalmassági vizsgát pedig a főiskola, egyetem, adott esetben az akadémia írja majd elő. Előnye és hátránya is van az újításnak, a környező országok tapasztalatai alapján, nyilatkozta a Pannon RTV-nek Fürstner Igor. A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola igazgatója szerint így mindenképp egységesebb lesz a rendszer. Mi nem tudjuk, hogy nem tudom, Szabadkán esetleg egy középiskolában, vagy nem tudom, Becskereken egy középiskolában, vagy Leszkovászban egy középiskolában, melyik az a szint, ami egy ötös, vagy egy négyes, vagy egy hármas osztályzatot jelent. De egyébként ez a felvételi vizsgákon is ugyanígy megjelent, mert egy főiskolán vagy karon esetleg a felvételi vizsga nehezebb volt, könnyebb volt, tehát nem mondhatom azt, hogy ez jobb lesz, vagy rosszabb lesz, meglát, hogy nekünk egyszerűbb lesz. Kapunk egy pontsorozatot, és ez alapján pontozva egy listát készítünk arról, hogy ki nyert felvételt az intézményünkbe. A Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán nincs készségfelmérő vizsga, így 2021-től megszűnhet a felvételi, tette hozzá az igazgató. A középiskolai oktatás színvonalának növelése érdekében jelentős a nemrég megkezdett projekt, kifejezetten azért, hogy minden tanuló számára egyformán hozzáférhetővé tegye a felsőfokú tanulmányokat, jelentette ki az elképzelés kapcsán Mladen Sárcsevics, illetékes tárcavezető.